Sziasztok, Asztalos Nóra vagyok a Hóvirág fagyizóból. Egy kis nyári hűsítőt szeretnék nektek bemutatni. Először is főznünk kell egy finom limonádé alapot, lehetőleg 100% citromból és cukorból. Ezt elég, hogyha csak összeforraljuk, aztán visszahűtjük, és már kész is az alap limonádé szirupunk. Hogyha akarjuk ízesíteni még a limonádénkat, akkor rakhatunk bele különböző gyümölcspüréket. Ezt akár otthon is el tudjuk készíteni, de vehetünk gyári pürét is. A lényeg az, hogy nagyon jó minőségű alapanyagokból legyen. Ha otthon szeretnénk elkészíteni, akkor vegyünk gyümölcsöt, adjunk hozzá cukrot, jól turmixoljuk össze, és kész is a gyümölcspürénk. Ha beleraktam az alapot és a gyümölcspürét, akkor öntök hozzá egy pici vizet. Ez lehet szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz, és egy kicsit elkavarom. Legyen egy szép alapunk. Hogyha elkevertük ezt a kis alapot, akkor mehetnek benne ízlés szerint a gyümölcsök. Én szeleteltem fel friss narancsot, citromot, és például mi szoktunk lefagyasztani is gyümölcsöket, frissen fölvágjuk, ez például grapefruit, meg finom kis áfonya szemek, ezek jó kis hűsítők, hogyha valaki nem szeretne bele jeget rakni, de mégis egy kicsit hűti a limonádét. De hogyha mégis kicsit hidegebbet szeretnénk, akkor rakhatunk bele ízlés szerint jégdarabokat is, jégkockákat. Jó, és mindezt utána felöntjük még vízzel. Kicsit átmozgatjuk. Mehet bele a szívószál, napsütés, finom limonádé, mi kell több. Pedig a hóvirág fagylaltséke. Ennek fagylalt az alapja. Rakunk bele esetünkben most vaníliát. Áfonyát. Egy kis tejet. És mehet is a gépbe. El is készült a finom fagylaltsékünk. Sakunk hozzá egy kis tejszínhabot. Na jó kicsit sokat, de úgy a finom. Egészségünkre!